Sziasztok, Németh Loretta vagyok, és baromira izgulok. Sziasztok, Németh Loretta vagyok. Ez az első videóm, és lehet, hogy az utolsó is. Sziasztok, Németh Loretta vagyok. 2 hete tiszta. Szóval... Én már nagyon régóta el szerettem volna kezdeni videózni, de amikor így először ez eszembe jutott, akkor úgy voltam vele, hogy még nem mertem. Tehát amikor először eszembe jutott, akkor még nem mertem videózni. Mikor meg már készen voltam rá, akkor meg lebetegedtem. Mentálisan és fizikailag is, úgyhogy eldöntöttem, hogy amint meggyógyulok, nekiállok a videózásnak, megtalálom a helyem a YouTube világában. Én azóta is beteg vagyok. Már jobban vagyok, és már nem tudtam várni, úgyhogy úgy döntöttem, hogy mégiscsak elkezdek videózni, lesz ami lesz. Ne várjatok tőlem heti rendszeressége videókat, mert én nem az a típus vagyok. Akkor fogom csinálni, amikor kedvem van hozzá, időm van hozzá, erőm van hozzá, ötletem van hozzá. Szóval minden, ami kell. Úgy gondoltam, hogy az első videó az nem fog igazából semmiről se szólni, csak egy kicsit rólam, meg arról, hogy miről fogok a továbbiakban videót készíteni. Kezdjük is el! 99. októberében születtem, azaz idén lassan, de biztosan, kérdőjel, betöltöm a 20. életévemet, azaz a második X-et, amitől én már kb. 17 éves korom óta félek, mert nem szeretem az idő múlását, de ha szeretem, ha nem, van, létezik, ezzel együtt kell élni. Budapesten születtem, és majd 16 évig az agglomerációban is éltem. Török Bálinton, hogy pontosítsak, nagyon szerettem azt a kisváros, most már nagyobb pacska azért, és nagyon szeretnék visszaköltözni oda, amint lehet, legalábbis a környékre mindenképp. Kiskoromról csak annyit, hogy egy igen fiatal anyuka tulajdona lettem. Bölcsödében nem jártam, amiba is később iratkoztam be, ami egyébként német nemzetiségű volt. Majd pár óvodás társam miatt egy német katolikus általános iskola mellett döntöttünk a szüleimmel. Hova 6 évig jártam, csak aztán bizonyos okok miatt az utolsó 2 évemet Török Bálinton fejeztem be. Aztán ugye már 14 évesen szerettem volna távolabb lenni otthonról, szerettem volna kicsit önállóbb lenni, ezért mindenképp kollégium felé szerettem volna menni, kollégiumban szerettem volna lakni. Úgyhogy a szüleimmel találtunk totán egy 2 anyanyelvű gimnáziumot, ahova fel is vettek. 2 anyanyelvű számomra egy nagyon rossz ötlet volt, mert azon a véleményen vagyok, hogy szakot kellett volna tanulnom, illetve én elég lusta vagyok, nem vagyok valami szorgalmas, és nem is tanultam 0. az angol nyelvet, mivel hát én jó 8 évig németet tanultam, ezért nekem új volt az angol, és nem tanultam 0. és utána azok a tantárgyak, amiket angolul kellett tanulnom, borzasztó nehezek voltak, úgyhogy oda csak 2 évet jártam. Mindeközben felköltöztünk Balatonfelvidékre, ami az én esetemben csak az változott, hogy többet kellett ugye utaznom hétvégente haza. Akkor volt egy párkapcsolatom, amit szintén megnehezített a nagyobb távolság, de 3 évig így is megvoltunk egymás mellett, úgyhogy meg tudtuk oldani. Aztán a 10.
évemet, azaz a harmadik évfolyamat, mert mint említettem, nulladikos voltam, már itt a környéken fejeztem be, és ezen év nyarán betegedtem le. Arról most nem szeretnék beszélni, majd szeretnék egy komolyabb hangvitelű videót csinálni arról mindenképp, és ott kifejtem az egészet, mindenről beszélni fogok nyíltan, és akkor 11-ben magántanuló voltam, de nem mentem el vizsgázni, már nem tudtam, így a 11-en már nincs meg, és most itthon vagyok, nem dolgozom, nem tanulok, sajnos muszáj ezt kimondani, ez van, én nem örülök neki, utólag hiányzik a suli is, hiányzik az, hogy bármit is csináljak, hogy hasznos legyek, de most a gyógyulásom az első. Párkapcsolatban élek lassan, egy éve együtt vagyok a volt osztálytársammal, talán róla is beszélek majd, hogyha szeretné, valószínűleg vele is lesz videóm. Három testvérem van, ugye én vagyok a legidősebb, van egy 16 éves öcsém, egy 10 éves húgom és egy lassan 7 éves öcsém. Velük nem biztos, hogy fogok videót csinálni, szülői kérésre, sajnos pedig tünemények. Hobbijaim. Szinte azt szoktam mondani, hogy már fényképezőgéppel születtem, tehát tényleg azóta fotózom, amióta az eszemet tudom. Szeretek táncolni, itthon szoktam edzegetni, szeretek olvasni, sorozatot nézni. Most újonnan elkezdtem hímezgetni, meg bucsót csinálok, úgyhogy próbálom minél hasznosabban eltölteni az időmet. Magamat egy segítőkész embernek vallom, baromira őszinte vagyok, emiatt nagyon-nagyon-nagyon sokan nem kedvelnek, tényleg nagyon kevés barátom van, de igazából idővel megtanultam, hogy nem a mennyiség, hanem a minőség számít. A videóim egyébként nagyon valószínűleg tényleg vegyes felvágott le. Tényleg mindent, amit el tudtok képzelni. Most például korizni tanulok, arról is szeretnék majd videót csinálni. Verb videókat is szeretnék csinálni. Utazós videókat is szeretnék csinálni. Vlogokat is nyilván szeretnék csinálni. Lehet, hogy táncos shuffle videók is lesznek. Tehát tényleg, ami eszembe jut. Köszönöm, hogy itt voltatok velem végig, és azt is köszönöm, hogy meghallgattátok ezt a sok felesleges információt rólam. Ígérem, hogy még több unalmas tartalommal fogom pazarolni az időtöket. Sziasztok! Bazzeg! Felugrott a macska az ablakba, és úgy megijedt a Úristen!